Köszöntöm kedves nézőinket a Navigátorban. Mai műsorunk első felében az egyik, ha nem a legismertebb és legnépszerűbb külföldi tanulmány és gyakornok programról, az Erasmusról beszélgetünk. Vendégem a stúdióban Németh Judit intézményi Erasmus koordinátor és Puc Ádám a PTE bölcsészettudományi kar hallgatója. Köszöntöm Önöket! Idén ünnepli fennállásának a 25. évfordulóját az Erasmus, és az elmúlt években közel 3 millió hallgató fordult meg valamilyen Erasmus programmal külföldön. Mitől ilyen népszerű ez a program? Biztosan az is a lényege az egész kiutazási vágynak a hallgatók részéről, hogy eddig nem volt ilyen lehetőségük. Tehát 98-ban kezdődött ez a program, a PTE a kezdetektől, amikor Magyarország belépett, csatlakozott ehhez a programhoz. Európában már 25 éve ment, ugyebár az elmúlt években, főleg amióta az Európai Unióhoz csatlakoztunk, sokkal tágabb a lehetőségi kör, hiszen így már jelenleg 33 országba tudnak kiutazni a hallgatók. És az is fontos, hogy 2007 óta már a szakmai gyakorlat is belépett a képbe, így nem csak simán tanulmányi hallgatói mobilitásra tudnak kiutazni, hanem cégekhez, vállalatokhoz, képzési központokhoz tudnak kimenni 3-12 hónap időtartamban. Kik pályázhatnak Erasmus ösztöndíjra? Gyakorlatilag mindenki, aki nappali, levelező, hallgató, költségtérítéses, a BA, MA vagy a PhD képzésen vesz részt. Az a fontos, hogy a kiutazáskor két lezárt fél évvel kell rendelkeznie. A pályázatokat a karok hirdetik meg, az adott tanszékek a saját kapcsolataikat, és a bírálás is a karon történik. Utána pedig egy összegyetemi bírálás van, amikor is megállapítjuk a végleges sorrendet a kiutazóknak a számát, és az adott országra, az adott hallgatónak megítélendő ösztöndi összeget. Ádám, te Belgiumban voltál Erasmusszal, hogy érezted magad? Fú, nagyon-nagyon jó volt. Egy életre szóló élmény, az biztos. Milyen tapasztalatokat szereztél? Milyen ott a tanulás? Tehát van-e mondjuk eltérés a pécsi oktatáshoz képest, ha összehasonlítanád? Lényeges eltérések vannak. Én pszichológia szakon tanulok itt a PTN, és kint is pszichológiára mentem, de már M-másként mentem ki, viszont BA képzésbe, és az volt ott a különlegesség, hogy igazából én nem egyetemre, hanem főiskolára mentem. Belgiumban ugyanis nem csak az egyetemeken, de főiskolán is tanítanak pszichológiát, és a két képzés közötti különbség az, hogy a főiskolán sokkal gyakorlatcentrikusabbak. Tulajdonképpen BA diplomával ott már is lehet helyezkedni munkahelyen, a főiskolai BA diplomával, míg az egyetemi BA diploma gyakorlatilag felkészít az MA-ra. És hát itt volt a lényeges különbség, hogy én ahhoz vagyok szokva, hogy rengeteg elméleti tudást kell elsajátítani, kint pedig sokkal inkább arra mentek rá, hogy tehát sokkal gyakorlatcentrikusabbak voltak. Ellátogattunk mindenféle intézményekbe, például mentálhigiénés központokba, rengeteg helyre. Ez nagyon-nagyon tetszett. Kiknek ajánlanád, hogy kimenjen egy ilyen tanulmányútra? Egy kis szakzsargonnal élve mindenképpen az extrovertált embereknek ajánlom. Akiben van egy kis kalandvágy, illetve vágy azután, hogy új kultúrát ismerjen meg, és szélesítse kicsit a látókörét. Nekem ez abszolút bejött. A napokban útjára indul egy toborzó programsorozat. Mit lehet erről tudni? Igazából minden tanévben megnézzük azt, hogy mi az, amivel ténylegesen foglalkoznunk kellene. És most egy kicsit úgy érezzük, hogy fel kellett forgatni a programot, egy kicsit az egyetemet újra lendületbe kell hozni, és a programot 13 év után, tehát sokkal több muníciót kell beletenni. Ezen a projekten most már november óta dolgozunk így közösen. Az a célunk, hogy minél több hallgatóhoz eljusson az Erasmusnak az üzenete, az újságba, a honlapon, és azt gondoljuk, hogy a személyes, a volt hallgatók által átadott információk azok a leghitelesebbek, hiszen mi igazából a keretét adjuk meg az egész programnak, tehát hogy a pénzügyi és a szabályzati és egyéb kereteket. Természetesen ismerjük a partnereket, de a hallgató az, aki hazajön, ő tudja a legfrissebb információkat adni, valamint az oktatókat is bekívánjuk majd vonni, hiszen a kapcsolatokat ők indították el szakmailag, ők azok, akik a program mögött vannak. Ezért találtuk azt ki, hogy minden karra lehetőség szerint kimegyünk, és egy ilyen toborzó napot tartunk, begyűjtöttünk nagyon sok kiadványt a külföldi egyetemekről, annak ellenére, hogy ugye leginkább már minden elérhető az interneten, de akkor is nagyon sokan szeretik megfogni
ezeket a dolgokat. Sok tapasztalatot szereztünk a felvételi kampányából, és azokat a tapasztalatokat próbáljuk, és ez egy első ilyen nagy kampány. Kint leszünk a karokon, és délután ugyanúgy meg fogjuk tartani ezeket az információs előadásokat, és utána meg szeretnénk nézni, hogy mi lesz ennek a hozadéka. 3 héten keresztül, szinte minden hét elején valamelyik karon kint leszünk. Ehhez próbáljuk propagálni magunkat és a programot az egyetem honlapján, az Erasmus honlapon, az UNIF Pécsen keresztül, az EHÖK segítségével. Reméljük, hogy eljutunk a hallgatókhoz, és hogy mindenkinek át tudjuk adni ezt a lehetőséget, hogy hát tanulj te is Európába, ami az egyik szlogenünk is az Erasmusban. Én sok jelentkezőt kívánok, és köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen. Következő vendégeimet úgy jellemezném, hogy győztesek, hiszen egy többfordulós versenyen az Ability Park által szervezett úgynevezett képességek próbája elnevezésű vetélkedő sorozaton arattak győzelmet, és így szeptemberben részt vehetnek a londoni paralimpián. Vendégeim a PTE 1-es számú gyakorló általános iskola győztes csapatának 2 felkészítője, Simon Gabriella és Klencsár Dezső, valamint Komlódi Dénes az egyik versenyző. Köszöntöm Önöket! Mi adta az ötletet, hogy egyáltalán nevezzenek a képességek próbájára? 2011 tavaszán jelent meg az Ability Park honlapján egy felhívás, és amikor elolvastam, akkor rögtön tudtam, hogy ezt a felhívást nekünk írták ki. És azonnal kerestem a kollégámat, Klencsár Dezsőt, és így vágtunk bele ebbe a nem egyszerű feladatba. Közel 10 hónap felkészülés, tanulás van Önök mögött. Hogy készültek a versenyre? A döntő volt az, hogy már találkoztunk fogyatékkal élő sportolókkal rendszeresen, és utána nagyon komoly elméleti felkészülés volt a különböző fogyatékkal élő sportolóknak az életéből, mindennapjaiból, és természetesen nagyon komoly anyag volt a gyakorlati részből. Mik voltak a versenyszámok? Dénes, neked melyik volt a kedvenc számod? A kedvencem a kerekes pálya volt, ahol kerekes székkel kellett menni. Itt, mivel több forduló volt, itt a verseny is változott, tehát például volt váltóverseny, amikor a lábtartót kellett lecserélni, és a legizgalmasabb az utolsó szám volt, amikor is sötétben kellett menni kerekesszékkel. Hogy folyt a felkészülés? Ugye volt egy középdöntő, amikor azt hiszem, hogy 100-ból talán 8 csapat volt, akik a középdöntőbe kerültek? 100 fölötti volt, igen, a résztvevők száma. Az első selejtező után 8 csapat jutott a Dunaújvárosi fordulóba, a 8 fordulót követően 4-en. És itt szeretném megemlíteni a mezőszéli csapatot, mert ők is pécsiek, és ők is az első 4-ben végeztek, tehát nekik is jár a dicséret. És ha jól tudom, akkor az utolsó döntőre már elméleti felkészülés is volt a paralimpiával kapcsolatban, tehát szaktudást is kellett itt már felmutatni. Ezt hogyan kellett beépíteni az utolsó fordulóba? Azt a kolléganőm végezte, ezt az elméleti felkészítést. Nagyon komoly anyag volt hozzá az összes olimpia történetből, a magyar sportolókból, a külföldi sportolókból, és a zsűri tagjai is olimpikonok voltak, fogyatékkal élő olimpikonok voltak. Egy kicsit fel tudnák idézni a véghajrát a döntőt Pesten, hogy zajlott, hogyan készültek, milyen útravalót adtak egyáltalán a csapatnak, hogy menjenek neki a döntőnek. Én csak egy mondatot szeretnék ehhez kapcsolódóan mondani. Talán azért sikerült nekünk megnyerni, ezt többször elmondtam, mert az elején ezt mi nem gondoltuk úgy, hogy mi kijutunk az olimpiára, nem is ezért csináltuk ezt az egész dolgot, és talán ez le is vette a gyerekekről azt a terhet, hogy nekik bizonyítási kényszer legyen. Nagyon jókat játszottunk, jól éreztük magunkat, nagyon nagy barátságokat kötöttünk az ott levő animátorokkal, akik szintén fogyatékkal élők voltak. Hát amikor eljött a döntő, akkor tudatosodott bennünk, hogy na most itt az olimpiáról van szó, de a fiúk ezt ragyogóan megoldották. Nagyon fejfej mellett haladt a két csapat, tényleg úgy volt, hogy sorban az egyiket mi nyertük, a másikat a boldogkővárai csapat, velünk mérkőztünk a döntőben, és az utolsó versenyszám egy kerekes-székes verseny volt, amiben mi tudtuk, hogy azért jók vagyunk, és 2 pont volt a két csapat között, a boldogkővárai javára, és 5 pontot lehetett kapni a versenyért, és ezt sikeresen megnyertük.
Te hogy érzed, hogy onnantól kezdve, hogy elindult 10 hónap alatt ez a felkészülés, ugye több fordulón keresztül, mostanáig mit kaptál, mit tanultál ez alatt a felkészülés alatt? Szerintem mindannyian nagyon sok tapasztalatot szereztünk, és most már nem úgy nézünk egy fogyatékkal élő emberre, mint 10 hónappal ezelőtt. Önöknek mit adott ez a verseny? Én sokkal türelmesebb vagyok. Nagyon egyszerű dolog az, hogy ha olyan helyen közlekedek, ahol rámpa van, akkor nem a lépcsőn megyek, hanem én is szolidaritásból ott közlekedek, de inkább lelkileg adott nagyon sokat ez a 10 hónap. Hogy készülnek az olimpiára? Nagyon várjuk. Ugye szeptemberben megyünk, és most már azért kaptunk ilyen dolgokat az olimpiával kapcsolatosan, kis bábukat, meg pulóvert, és ezeket én is nagyon nézegetni szoktam, hogy 20 szeptemberben megyek oda. Hát egy hetet leszünk ott mindenképpen, főleg azokon a rendezvényeken, ahol a magyar sportolók vannak. Épp a kollégám most nézett utána, hogy 7-8-an már bent vannak. Sors Tamás is, akit mindenképpen szeretnénk látni, mert ő volt az egyik, akivel itt az Ability verseny kapcsán nagyon szoros barátságot kötöttünk, és mindenképp kíváncsiak vagyunk rá. Hogy gondolják, hogy lesz ennek folytatása, ami most itt megkezdődött ez alatt a 10 hónap alatt? Hogyan lehet akár ezt továbbvinni, ezeket a tapasztalatokat, amiket most ismereteket megszereztek a gyerekek? Keressük azokat a lehetőségeket, itt elsősorban anyagi forrásokra gondolunk, ahol lehetőség nyílna arra, hogy az iskola minden tanulója megismerje ezt a vetélkedőt, a játékokat, illetve egyáltalán ezt a folyamatot, hogy hogyan lehet az épp és a fogyatékkal élőket együtt sportolásra bírni, illetve megismerni az ő életüket, mert nagyon sok mindent lehet olvasni az ilyen fogyatékkal élők életéről, hogy hogyan tört szó szerint derékba az életük, de tudni kell, hogy, és mi is ezt tapasztaltuk a 10 hónap során, hogy lehet bármilyen nagy probléma, de sokszor ők adtak erőt nekünk, hogy nem kell feladni, mert van más lehetőség. Mindig azt szoktam mondani, hogy van élet a halál után, és ez nagyon, nagyon jellemző volt erre a 10 hónapra, hogy nem kell feladni, soha nem kell feladni. Én köszönöm szépen, hogy megosztották velünk a tapasztalataikat, és én bízom benne, hogy találkozunk a paralimpia után is, amikor majd beszámolnak az élményeikről. Köszönöm szépen, hogy a vendégeink voltak. Köszönöm szépen. Most pedig egyetemi hírekkel folytatódik a Navigátor. Sajtótájékoztatóval egybekötött nyílt konzultációs információs rendezvénysorozatot szervezett a Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős államtitkársága és az oktatási hivatal az ország 6 pontján, hogy az érdeklődők és felvételi előtt állók bővebb információt kapassanak a felsőoktatást érintő változásokról. Az előadások során a megváltozott keretszámok, az ösztöndíjak és a hallgatói szerződés kérdéseiről is többet megtudhattak az érdeklődők, valamint részletesen megismerhették a felvételi menetét és a jelentkezési folyamat legfontosabb lépéseit is. Mindezek mellett a rendezvény ideje alatt az információs pultoknál a látogatók választ kaphattak személyes, a továbbtanulást érintő kérdéseikre is. A programsorozattal az államtitkársága a felsőoktatási intézményekbe jelentkező diákokat segíteni szeretné abban, hogy felelős döntéseket hozzanak továbbtanulásukról. Bízunk benne, hogy minden információ meg lesz. Ugye vannak újdonságok, itt elsősorban a hallgatói ösztöndíj szerződés és a diákhitel, de azt gondolom, hogy az előző évekhez viszonyítva abban a kérdésben, hogy milyen egyetemek, milyen szakok állnak a diákok rendelkezésére, jelentős változások nincsenek, tehát összességében már készülni lehetett ezekre a hetekre, ezekre a napokra hosszú ideje. Így olyan nagy meglepetések nincsenek, reméljük, hogy jó pályára állnak be a diplomáért folyó versenyben a diákok. A kormány és a felsőoktatásba készülők közös célja, hogy a tanulmányok befejeztével kapott diplomák mögött minőségi, versenyképes tudás álljon, és ne legyen túlképzés, mely megakadályozza a munkaerőpiaci elhelyezkedést. Idén is megrendezték a szőlészeti borászati szakmai napot a Pécsi Tudományegyetem Szent Miklós hegyi kísérleti telepén. A konferenciával egybekötött találkozó előadásokkal kezdődött, ahol Kozma Pál a szőlőnemesítési és gírmegőrzési tanszék tanszékvezetője jellemezte a 2011-es évjáratot, és beszámolt a legújabb kutatási eredményekről is, majd további előadások következtek, többek között arról, hogyan lehet felkészülni a 2012-es év növényvédelmére és tápanyag utánpótlására, és mire kell különös gondot fordítani a gazdáknak ebben az évben. Szerencsére
Ez a hideg periódus nem volt tragikus a szőlő ültetvények számára. Legalábbis itt a pécsi adatok azt mutatják, hisz itt a hegyen mínusz 15 foknál mélyebbre nem szállt le a hőmérő higanyszála a meteorológiai állomáson. De a lenti területeken legalább 2-3 fokkal a hőmérséklet alacsonyabb lehetett, és így azért a különböző mértékben fagytűrő fajták rügyeit károsította. A tanszékvezető azt is elmondta, fontos, hogy minden évben egy ilyen rendezvény keretében találkozzanak a szőlészek és borászok, hiszen az itt megosztott tapasztalatok, kutatási eredmények nagyban hozzájárulnak az üzemi fejlesztésekhez és az innovációhoz is. A program egy szőlőmetszési bemutatóval folytatódott. Werner János a Szőlészeti és Agrobotanikai Tanszék egyetemi tanársegédje a metszést befolyásoló tényezőkről osztotta meg tapasztalatait. Azt látjuk, hogy a hajtások, vesszők száma optimálisnak mondható, bár kissé kevés, de ami vesző van, az végül is eléggé jól beérett. Ceruza vastagságú vesszőket kaptunk, itt találunk egy kissé gyengébbeket. Európában 4-ből legalább egy gyermeket érint a túlsúly vagy az elhízás. A PTL Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika ezért döntött úgy, hogy egy intervenciós programmal felhívja a figyelmet a problémára. Az Up for Fun elnevezésű nemrégiben lezárult projekt a túlsúlyért felelős legfontosabb tényezőre, az ülő életmódra fókuszált, hiszen ma a gyermekek a legtöbb időt üléssel töltik. Ülnek az iskolában, tanulás és passzív közlekedés közben, a tévé és a számítógép előtt is. Ez pedig a felmérések szerint kihat nem csak egészségükre, de az iskolai teljesítményükre és koncentrációjukra is. Az Up for Fun program célja volt, hogy középiskolák bevonásával 6 héten át különböző játékos feladatokkal tudatosítsa 5.-6. osztályos tanulókban a testmozgás fontosságát, ami úgy tűnik sikeres volt. A projektzáró rendezvényen erről számolt be dr. Molnár Dénes klinikai igazgató. Például a közlekedésre szánt idő, ülve töltött idő, az szinte megfeleződött ezekbe a gyerekekbe. Azt lehetett látni, hogy aki kétszer legalább fölálltak tévénézés és komputerezés közben, a szülőknél is és a gyerekeknél is lényegesen nőtt azoknak a száma. Tehát valami elindult. A program sikerét nem csak a programban részt vett gyerekek, de tanáraik, szüleik is sikeresnek ítélték. Nagyon lelkesítette őket, sok érdekes feladat. Hétről hétre ellenőriztük a házi feladatokat, rajzoltak, képregényt készítettek. Értették, és jöttek, és mesélték, hogy ők eddig is, ő falun lakik, és nagyon sokat mozog. A másik akkor megpróbált rátromfolni, hogy most már ő is gyalog jött, és nem is olyan vészes. Tehát én úgy éreztem, hogy a szüleikre is olyan szempontból hatással volt, hogy a gyerekek továbbadták ezeket az élményeket. Az intervenció megkezdése előtt és után különböző felméréseket végeztek a szakemberek, melynek előzetes eredményei szerint a 6 hetes program után felére csökkent a tömegközlekedéssel vagy autóval utazók aránya, és a tévénézéssel töltött idő is csökkent a programban résztvevő gyerekek és szüleik körében is. A szervezők bíznak abban, hogy az ilyen és hasonló kezdeményezésekkel felhívják a figyelmet az egészséges életmód és a mozgás fontos élettani tényezőire. A Pécsi Akadémiai Bizottság 9. Gazdaság és Jogtudományok Szakbizottsága, Bűnügyi Tudományok Munkabizottsága a Válságkezelés Társadalmi és Jogi Eszközei címmel rendezett tudományos ülést, melynek a Papszékház Zsolnai terme adott otthont. A bizottság interdisziplinális témákkal várta az egyetem oktatóit, kutatóit és a tudomány minden képviselőjét. A köszöntők után Gál István László, a jogi kar büntetőjogi tanszék habilitált egyetemi docense, a válságkezelés büntetőjogi eszközeiről tartott vitaindító előadást, majd Zeller Gyula, gazdasági és stratégiai rektorhelyettes, a közgazdaságtudományi kar egyetemi tanára foglalta össze gondolatait a válságkezelés lehetséges közgazdasági eszközeivel kapcsolatban. A továbbiakban a válságkezelés büntetőjogi eszközeiről is tanácskoztak a jogalkalmazás tükrében, majd az előadásokat követően lehetőség volt a témákkal kapcsolatos kérdések megvitatására is. Karrier délutánra várták a hallgatókat és minden érdeklődőt a Tudásközpont nagy előadó termébe, ahol többek között a munkaerőpiacon való sikeres elhelyezkedéshez kaptak hasznos tanácsokat a jelenlévők.
Buzgó Éva, a Központi Hallgatói Szolgáltató Iroda vezetője, bemutatta a köszi karrierhez kapcsolódó programjait, az iroda szolgáltatásait és tevékenységi köreit, majd Kurát Gabriella, a marketing osztály vezetője, bemutatta a diplomás pályakövető rendszer legújabb kutatási eredményeit. A rendezvény külön érdekessége volt, hogy előadást tartott Pintér Zsolt fejvadász, a PTE vendégoktatója is, aki hasznos tanácsokat osztott meg az érdeklődőkkel. Az én tanácsaim azok eleve egy érettségi fölötti kvalifikációval minimálisan rendelkező, inkább egy vagy két nyelvet beszélő embereknek szólnak, és azt próbálják megmondani a gyakorlati oldalról, hogyha egyébként valaki jól felkészült, megfelelő ismeretanyaggal rendelkezik, tudja, hogy mit akar, és körülbelül meg is felel neki az a célkitűzés, akkor a sok egyéb jelölt vagy jelentkező közül mik azok a trükkök, amivel el tudja érni, hogy adott esetben őt válasszák, vagy bekerüljön a legszűkebb körbe. Az ismert karrierszakértő hangsúlyozta a nyelvtudás és továbbképzés szükségességét, elmondta, mik azok a legfontosabb tényezők, amik elengedhetetlenül fontosak az elhelyezkedéshez, kiderült, mik a hatékony és profi önéletrajz elkészítésének mesterfogásai, és hogyan jussunk be egy céghez, ha nincs meghirdetve az állás. Külföldi hallgatói szervezetek vezetőivel találkozott Komlósi László Imre, a Pécsi Tudományegyetem oktatás és külügyért felelős általános sektor helyettese, Komlódiné Posgai Gyöngyi, a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának osztályvezetője és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat vezetősége. Az immár második alkalommal megrendezett találkozó célja az volt, hogy a PTN tanulmányokat folytató külföldi hallgatók képviselői megoszthassák tapasztalataikat az egyetem vezetőségével, javítva és erősítve ezzel a kommunikáció áramlást. A rektorhelyettes elmondta, az egyetemnek kiemelt célja, hogy növelje a külföldi hallgatók létszámát, emellett azonban elengedhetetlenül fontos az is, hogy a már hallgatói státuszban lévő hallgatók igényét feltérképezze és minél jobban kielégítse. A beszélgetésünk egyik része az pontosan a megelégedettség, nem megelégedettségi szintjük. Azok a kérdések, hogy mivel javíthatnánk az ő itt létüket, a közérzetüket, a tanulási hatékonyságukat, az integrálódásukat, nem csak az egyetemen, a városban is. Tehát tényleg összetett feladat, de megvan a gyümölcse. A hallgatói szervezetek vezetői összességében pozitívan értékelték az egyetemet, az oktatás színvonalát és a város nyújtotta lehetőségeket is. Amin változtatnának, a gyorsabb információáramlás és a néha felmerülő kisebb nyelvi nehézségek. Forralt bor, több tucat lelkes fiatal, és persze finomabbnál finomabb ízek. Ez jellemezte a negyedik kolbásztöltő versenyt, a Bölcsészkar és a Természettudományi Kar által évek óta nagy sikerrel szervezett mulatságra, ebben az évben is rendkívül nagy volt az érdeklődés. A jó hangulatról pedig hagyományos módon a gyarmati bent gondoskodott. A versenyen 6-10 fős csapatok mérték össze ügyességüket, bízva abban, hogy az általuk készített kolbásszal elnyerik a zsűri bizalmát. Munka közben mi is megkérdeztük őket, hogy állnak és milyen lesz a végeredmény. Egész jól állunk vele, most még nincs annyira íze, de remélem, hogy milyen lesz a legjobb. Tavaly is voltunk, és tavaly jól sikerült, úgyhogy idén is nyilván jól fog sikerülni. Van benne sima paprika, kicsi csípős paprika, akkor só, bors, kömény, fokhagyma. Eddig nagyon jól. Fűszerezzük a húst, keverjük, reméljük, hogy jó lesz. Mízlelgetjük, amikor úgy érezzük, hogy jó, akkor. Befejezzük. Nem csak az elkészült kolbászokat, de házi pálinkát is zsűriztek a nap végén. A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának Zeneművészeti Intézete ebben az évben is megrendezte tanári hangversenyét, melynek idén először a Zsolnai negyed Liszt Ferenc hangversenyterme adott otthont. A kiváló akusztikájú koncertterem zsúfolásig megtelt hallgatókkal, kollégákkal és zenekedvelő érdeklődőkkel, akik többek között Brahms, Schubert és Purcell műveit is meghallgathatták a kar oktatóinak tolmácsolásában. A szervezők bíznak abban, hogy az új környezet és a terem kiváló adottságai a jövőben még több érdeklődőt vonzanak majd a hasonló eseményekre. Kedves nézőink, Önök az UNIF TV Navigátor című műsorát látták. Egyetemi hírekkel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, de addig is aktuális és korábbi adásainkat, valamint a Nyitott Egyetem című ismeretterjesztő műsorunkat megnézhetik az interneten. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!